Üdvözlök mindenkit, Szabó Zoltán vagyok az Informatikai Intézetből, a Corvinus Egyetemről. Én vagyok a szakfelelőse a gazdasági informatika szaknak. Ez ugye egy kicsit meglepő lehet sok esetben, hogy a Corvinuson van egy informatikai szak, amit én most bemutatok, ez valóban egy igazi informatikai szak, mérnök végzettséggel, de egyébként ez egy olyan szak, ami vegyíti a gazdasági és az informatikai ismereteket. Megosztom akkor a rövid prezentációt, ami bemutatja majd ezt a szakot. Így van. Tehát a gazdaságinformatika szak, ez alapvetően ugye egy ilyen vegyes terület, informatikát és gazdálkodási ismereteket vegyít. Miért is érdekes ez a terület? Alapvetően ez a gazdaságinformatika arról szól, hogy az üzletet és az informatikát segítse együttműködni, segítse megértetni az informatikával, hogy az üzlet mit is szeretne, illetve megmutatni azt az üzlet számára, hogy az informatika mire képes, milyen újszerű lehetőségei vannak. Alapvetően ugye az informatika a forrása nagyon sokszor mindenféle innovációnak, ugyanakkor nagyon-nagyon sok mindent csak az informatikával lehet megoldani. Viszont, ahogy itt a fólián is látszik, az informatikával nehéz bánni, mert hogy a világon nem 10 féle ember létezik, hanem csak 2. Az egyik fajta érti a bináris számrendszert, a másik fajta nem. Na most az üzlet általában nem érti. Az a baj, hogy aki érti a bináris számrendszert, az meg sok esetben az üzletet nem érti. Hogyan tudjuk ezt a két világot valahogy összehozni, megismertetni az informatikával az üzlet igényeit, és megértetni az üzlet igényeit az informatika számára. Ez egy meglehetősen nehéz feladat, és erre a speciális területre alakult ki a világon, nem csak nálunk, hanem nagyon sok más országban is. Ez a Business Informatics, üzleti informatika terület, ami alapvetően itt a gazdaságinformatika szakokban valósul meg. Miért is fontos ez a terület? Hogyha megnézzük a világban az innovatív vállalatokat, ha megnézzük, hogy milyen területeken van intenzív verseny és érdekes eredmények, akkor azt látjuk, hogy szinte mindenhol az informatika az, ami az innováció mögött van, és a leginnovatívabb vállalatok mind-mind valamilyen formában informatikai háttérrel, informatikai működéssel, informatikai témákkal foglalkoznak, vagy általában véve informatika teszi lehetővé a működésüket. Ez elég szép lista, ennek az élén azért alapvetően az informatikai nagyságok vannak, de az összes többi hagyományos területen is az informatika komoly kihívásokat okoz. De hogyha megnézzük, hogy milyen szinten változik a világban a működése a nagyvállalatoknak, akkor nagyon sok olyan virtuális nagyvállalatot látunk, amely mögött egyébként nem biztos, hogy ténylegesen fizikailag is megvannak azok a dolgok, amiket megszoktunk. Tehát lesznek olyan taxivállalatok, amelyeknek nincs autója, lesznek olyan média cégek, amelyeknek nincs konkrét tartalomszolgáltatása, olyan kereskedelmi cégek, amelyek egyébként önmagukban nem készleteznek, és nem foglalkoznak logisztikával, és olyan cégek, amelyek szállodánként működnek, vagy szálláshelyet biztosítanak, de egyébként nincs mögöttük konkrét ingatlan. Ez a világ minden területén megfigyelhető, hogy az informatika átírja a verseny szabályait, tulajdonképpen az üzleti versenynek az egyik fő hordozója, fő meghatározója lesz, tehát a technológia az meghatározó az üzleti siker szempontjából. Ugyanakkor az is látszik, hogy nagyon sokszor nehéz megtalálni, hogy hogyan is lehetne az informatikával
valóban talpon maradni, segíteni a vállalati sikert, és elérni, hogy a vállalatunk informatikai eszközökkel előbbre jusson, mint a versenytársai, jobban működjön, mint a versenytársai. Ehhez érteni kell az üzletet is, és az informatikát is, és lényegében erre szolgál ez a bizonyos gazdaságinformatika. Ugye itt a utóbbi évek zászlaján a digitális átalakulás látható szinte mindenütt. Rengeteg helyen digitalizálják a szolgáltatásokat, gyakorlatilag a különféle közszolgálati, közszolgáltatási területektől kezdve bármilyen pénzügyi, banki, vállalati területig körülnézünk, mindenhol elektronikus csatornákra állunk át, mindenhol alakítják a vállalat belső, illetve külső felhasználókkal folytatott együttműködéseit, tehát digitalizálódik szinte minden. Emögött persze rengeteg adat keletkezik, ezekkel az adatokkal pedig igazán nagyszerű dolgokat lehet csinálni. Azt is szokták mondani, hogy az adat az új olaj, de kell ember, aki ezt az adatot használni tudja, és kellenek olyan emberek, akik ezeket a digitális reformokat, digitális újításokat úgy meg tudják csinálni, hogy értik azt is, hogy ez mire jó, az üzlet ezt mire szeretné használni, az üzletnek mit kell megoldania, és értik azt is, hogy egyébként az informatikailag hogy néz ki. Ez a fajta ember lesz a gazdaságinformatikus. Nézzük röviden, hogy mivel is foglalkozik a gazdaságinformatikus. Nagyon sokféle feladatot tudunk itt felsorolni. Alapvetően ugye az informatikus nyilván valamilyen módon informatikai megoldásokkal kell, hogy foglalkozzon. A gazdaságinformatikus annyiban speciális, hogy ő alapvetően jól érti a szervezetnek a működését is, tudja azokat az ismereteket, amivel néhány speciális gazdasági alkalmazást jól lehet kezelni, megérti az üzleti problémákat, rá tud jönni arra, hogy egy üzleti problémát milyen eszközökkel, milyen informatikai megoldásokkal lehet megcsinálni, tud segíteni, vagy létre is tudja hozni ezeket az alkalmazásokat, és tulajdonképpen mindenféle technológiai innováció kialakításában is segíti az üzletet. Ezen kívül a kockafejűbb informatikus és a hagyományos üzlet között tud közvetíteni, mert mind a kettő területnek a nyelvezetét ismeri. Itt látszik egy kis lista, hogy milyen foglalkozások vannak jellemzően különféle speciális alkalmazási területeknek a menedzserei, fejlesztésekkel foglalkozó kollégák, adatelemzők, data scientistek, különféle informatikai projektek megvalósításával foglalkozó szakemberek, tipikusan itt ugye a rendszerelemző jellegű feladatok itt jelennek meg, nagyon sokan informatikai tanácsadással foglalkoznak, ugyanígy nagyon sokan például nagyvállalati integrált rendszereknek a szakértői lesznek, vagy éppen üzemeltetéssel, vagy éppen informatikai audittal, ellenőrzéssel, vagy az adatok menedzselésével foglalkoznak, de vannak olyan speciális területek például, akik mondjuk ilyen fogyasztói, felhasználói, ügyfél interakciókat segítő speciális rendszerekkel, vagy éppen a digitális marketing feladataival foglalkoznak. Ha megnézzük, hogy milyen állások várnak ugye a gazdaságinformatikusokra, a legjellemzőbb az, hogy üzleti elemző, rendszerelemző, informatikai projektmenedzser, néhány éves tapasztalat után nyilván, de informatikai vezető, innovációs feladatok specialistája lehet. Ugye csináltunk ilyen szófelhőket, az egyik a diplomás pályakövető rendszer szófelhője itt a szürkével, amit a felvén is láthatnak, a másik, ami saját alumni felmérésünk végzett hallgatóktól kért információ, ami ugye mutatja, hogy körülbelül milyen irányokba mennek a hallgatóink, data scientist, adatmenedzser, tanácsadói feladatok, business analyst, tehát üzleti elemző, rendszerszervező,
típusú feladatokra mennek jellemzően. Ha versbeszednénk ezeket a feladatköröket, akkor itt azért utána nézhetnek, van egy-két érdekes ilyen feladatsor. Ugye például az adattudós az egy tipikusan ilyen gazdaság-informatika irányból megcélozható feladatkör. Ugyanígy van szintén a projektmenedzseri feladatkör, ami tipikusan gazdaságinformatikai terület, és aki a szakot elvégzi, az nagyon jól fogja látni az informatikai részét is az informatikai projekteknek, és a szervezési, emberi erőforrás menedzselési feladatait is. Hogyha azt nézzük, hogy hol lehet ezzel a szakkal elhelyezkedni, ugye tipikusan a mi végzőseinknek a nagy része egyébként informatikai cégeknél, tehát tanácsadó, fejlesztő cégeknél különféle ilyen gazdasági szoftver termékeknek a értékesítő, működtető, fejlesztő cégeinél helyezkedik el. Nagyon sokan mennek pénzügyi szektorba, nagyon sokan mennek még a telekommunikációs szektorba, ezen kívül aztán mindenféle más területre is természetesen, de a legfőbb, körülbelül a kétharmada a hallgatóságnak ezekbe a vállalatokba megy. Ha azt nézzük, hogy milyen méretű cégekhez mennek, mennek startupokhoz is, mennek kis vállalatokhoz is, de itt is a döntő többség inkább a nagyvállalati szegmensbe, tehát nagyvállalatokhoz, vagy az egészen nagyvállalatokhoz megy állásba. Nyilván ezek között nagyon sok nemzetközi vállalat is van, tehát nagyon sokan külföldre mennek egyébként, de Magyarországon is nagyon jó állás lehetőségeket találnak ezzel a szakkal. Milyen tipikus feladatok? Általában szinte minden végzősünk informatikai projektekkel foglalkozik, sokan foglalkoznak szoftverfejlesztéssel, bár azt szoktuk hangsúlyozni, hogy azért ez nem kimondottan programozó szak. Aki programozni szeretne, azt inkább átirányítanánk az ELTE-re. Ez egy olyan szak, ahol lehet szoftverek fejlesztésével is foglalkozni, bár mi inkább azért ebben a rendszerelemző, tehát az üzleti követelmények, követelmény specifikációval való lefordításával foglalkozó embereket gondolunk idevalónak, de nagyon sokan nyilván ettől, vagy erre építve aztán szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, nagyon sokan tanácsadással, nagyon sokan szintén folyamatfejlesztéssel, adatbázis fejlesztésekkel, nagyon sokan szintén digitalizációval, vagy éppen üzleti intelligenciával foglalkoznak. Tovább lépünk, és azon gondolkodunk, hogy jó, de hát milyen számokat lehet itt mondani. Hát azt lehet mondani, hogy az informatikával is igencsak jól lehet keresni. Korábban is már néhány szaknál emlegettek számokat, itt is ezeket a szép nagy számokat, ilyen ötössel kezdődő és sok nullával folytatódó számokat lehet emlegetni. Ugye a 2017-es visszamérés alapján is az látszott, hogy itt a gazdaság informatikánál meglehetősen szép összegeket lehetett keresni. Ha valaki egy picit utána néz, akkor azt látja, hogy általában a Corvinuson végzetteknek jó 50-70 ezer forinttal több fizetést adnak általában, ami nyilván az itt végzetteknek a jó képességeit és a jó felkészültségét díjazza. És ha még itt az egyes szakterületeket nézzük, akkor is látszik, hogy valahol itt a legfelső sarokban jelenik meg az informatika. Tehát adott esetben, ha valaki jól képzett, jól tudja a szakmát, akkor bizonya akár még a gazdaságtudományok fölé is tudja tornászni magát a fizetés terén. És általában véve azt lehet mondani, hogy akik itt végeznek gazdaságinformatika területen, azoknak a nagyon nagy része később is megmarad a szakmánál. Sok esetben még akkor is, hogyha egyébként nem gazdaságinformatikai mesterképzést végez el, hanem egy másik gazdálkodási mester, akkor is valahogy a végén csak informatikai területre fog eljutni. Meglehetősen jó, stabil ismereteket tudunk ahhoz adni, hogy
az informatikában megtalálja mindenki a kenyerét. Milyen területekkel lehet itt foglalkozni, milyen tudásterületekre koncentrálunk? De minden olyan terület, ami az informatika megértéséhez kell, minden olyan terület, ami az üzlet megértéséhez kell, az itt megjelenik, és nyilván ehhez aztán mindenféle gazdálkodási ismeret, mindenféle módszertani ismeret is bekerült a képzésbe, és aztán olyan területekben kristályosodik ez majd ki, mint a folyamatmenedzsment, általában véve a szakterületi, tehát információmenedzsment, különféle üzleti ismeretek, adatbázismenedzsment, üzleti intelligencia, projektmenedzsment és szoftverfejlesztés. És hogyha tantervre is nézünk egy picit, ugye itt látszik, hogy vannak ebben módszertani tárgyak, tehát van itt azért bőven ilyen informatikai képzési dolog, van kimondottan matematikai módszertani ismeret, és vannak olyan üzleti ismeretek is, amik ahhoz kellenek, hogy az üzletet valóban jól értsük. Tulajdonképpen ez a szak jól vegyíti azokat az ismereteket, amiket mondjuk általában véve egy közgazdásznak, egyébként egy gazdálkodási szakembernek meg kell szereznie, tehát tanulnak matematikát, tanulnak mikro-makroökonomiát, és például elég alapos statisztikai felkészítést is kapnak. Erre építve ugye megjelennek mindenféle gazdálkodási területek. Tehát tulajdonképpen, amit alapjában véve egy gazdálkodási szakos megkap, annak az alapjait itt is megkapják, viszont erre építve a specifikus tudás az inkább informatikai lesz. Ugye itt is nyilván van egy csomó a informatika megértéséhez szükséges ismeret, tehát lesznek alapvető informatikai, architekturális ismeretek, miből is áll egy információrendszer, mit jelent a programozás, megismerik a különféle fejlesztési módszertanokat, illetve magának a szoftverfejlesztésnek a legfőbb technikáit, foglalkoznak rendszerfejlesztéssel, rendszerelemzéssel, és ezáltal tulajdonképpen megtanulják mindazt, ami ahhoz kell, hogy informatikai megoldásokat létre lehessen hozni. Nyilván, mivel már megismerik a különféle vállalati területeket, folyamatokat, foglalkozni fogunk olyan alkalmazásokkal is, amik a vállalatnak a működését támogatják, tehát olyan integrált, az egész vállalatot támogató és átfogó rendszerekkel is megismerkedhetnek, amelyek a cég működésében, legtöbb vállalat működésében ma már nélkülözhetetlenek, például az SAP rendszerrel is találkozhatnak. A üzleti intelligencia az ugye a vezetés számára nélkülözhetetlen információs támogatást biztosítja, és szintén egy nagyon-nagyon kapós terület, tehát aki ezzel a területtel foglalkozik, az nagyon könnyen állást talál, és nyilván foglalkozunk egyébként azokkal a területekkel is, ami az informatikai és az üzlet határ területén van, amit úgy nevezünk, hogy információ menedzsment, és itt aztán olyan témákkal lehet foglalkozni, hogy hogyan kell szervezni, működtetni az informatikai szakterületnek a működését, hogyan lehet ezt a területet ellenőrizni, auditálni, hogyan lehet a folyamatokat fejleszteni, a digitalizációt megvalósítani a vállalatoknál, ehhez milyen projektmenedzsment ismeretekre van szükség, vagy éppen milyen e-business megoldásokkal lehet még tovább javítani a vállalat jövedelmezőségét. Sokféle választható tárgyat, illetve például itt az utolsó fél évben kötelezően választható blogban is különféle tárgyakat kínálunk önöknek, amikkel tényleg kóreens ismereteket szerezhetnek. Mindehhez még nyilván itt is egy kötelező szakmai gyakorlat is társul, amit az utolsó három fél évben lehet megcsinálni. Ugye ez egy 7 fél éves képzés egyébként, és mérnöki diplomát ad amúgy, de azzal, hogy itt egy sor módszertani, illetve gazdálkodási területet megismernek, tulajdonképpen a pálya nyitottá válik arra, hogy akár gazdálkodási irányba menjenek tovább mesterként,
maradhatnak gazdaságinformatika képzésen, illetve mehetnek akár műszaki irányba is a képzésről, tehát ez egy nagyon nagy szabadsági fokot adó terület, sokféle irányba lehet tovább menni. Miért érdemes a Corvinusra jönni? Miért jó hely ez, hogyha gazdaságinformatikát szeretnének tanulni? Egyrésztről ez az egész gazdaságinformatika egyébként a Corvinus korábbi elnevezésén, ugye a régi közgáz területén született, tehát itt rakták össze ezt a szakot, itt alkották meg ennek a tartalmát, itt kezdtük el tulajdonképpen a különféle előzmény képzésekkel már sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt ezt a fajta képzést, és hát nyilván nemzetközi gyakorlatokra építve itt alakult ki, akkor ennek az alapja, itt is indult először ez a fajta szak. Egyébként most a szak megújításán dolgozunk éppen, és a következő tanévtől, tehát amikortól önök felvételi után bejutnak az egyetemre, már egy megújított tantervvel, teljes mértékben az üzleti élet által elvárt kompetenciák mentén fejlesztve, hallgatói visszajelzések alapján tökéletesítve alakítunk ki új tantervet önöknek, ami nagy mértékben fog támaszkodni nem csak a legkorszerűbb technológiákra, hanem vállalati partnereknek a bevonására. Itt is természetesen arra fogunk törekedni, hogy minél több projektszerű módon elsajátított tárgy legyen, tehát hogy komplexebb módon alkalmazva is tudják gyakorolni a szükséges ismereteket, minél inkább munkakészen tudjanak kilépni a munkaerőpiacra. Azt azért most is el tudjuk mondani a hagyományos szaktartalommal, hogy a hallgatóink nagyon kapósak, hiszen már a tanulmányaik alatt a többségnek vannak lehetőségei, nem csak szakmai gyakorlatra, hanem félállás jellegű munkára. Egy hallgatói visszajelzésre röviden utalhatok. Itt a mindenképpen fontos Corvinusos specifikum, hogy megértik az üzletet. Tehát nem csak ahhoz értenek, mondjuk itt szakbarbár módon, hogy szoftvereket fejlesztenek, nem csak az informatikai részét ismerik a dolognak, hanem valóban értik az üzlet gondolkodását, valóban megértik azt, hogy az üzlet hogyan működik, mik ott a jellegzetességek, mik az elvárások, és innentől kezdve sokkal jobban tudnak partnerként együttműködni az üzleti területtel. Miért érdemes még a Corvinusra jönni? Például a rangsorok is azt mutatják évről évre, hogy a legelőkelőbb helyen vagyunk a informatikai képzések rangsorában, és egyébként úgy általában a gazdaságinformatika képzéseknél jellemzően szinte mindig mi vezettük a rangsort, szinte, hanem mindig vezettük a rangsort. Igyekszünk is ezt a pozíciót megtartani, hiszen ez egy kötelezettség is, hogy minőséget adjunk a hallgatóknak. A minőség az abban is látszik, hogy elkötelezett kollégák nagyon intenzíven dolgoznak azon, hogy különféle nemzetközi versenyeken is megjelenhessenek a mi hallgatóink, és szép eredményeket érnek el. Ugye nagyon sok elmúlt években szervezett, ilyen nemzetközi esettanulmány versenyen kollégáink által felkészített hallgatók nagyon jól szerepeltek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy akik itt jól tanulnak és igyekeznek, és jól tudják nyilván a idegen nyelvet is, azok képesek arra, hogy nemzetközi szinten is megjelenjenek, eredményeket érjenek el, minden további nélkül európai vagy amerikai szintű teljesítményben is kimagasló szintet hozzanak. Amivel még mi hozzá tudunk járulni az önök fejlődéséhez, az például a kutatás-kutatásfejlesztés. Tehát a mi egyetemünk nem csak azzal foglalkozik, hogy nagy tömegben oktat hallgatókat, és aztán ezzel a dolog lezárul, hanem mi valóban kutatjuk is intenzíven a szakterületünket,
Ennek példája éppen itt a fólián látható, és még csak pár nappal a megjelenés előtt álló tanulmány, ami megmutatja, hogy éppen a hazai informatikai terület hogy áll és milyen problémákkal küzd, de rengeteg kutatásunk megy ipar 4.0, tehát a legkorszerűbb technológiák alkalmazása, a különféle fintech, tehát pénzügyi, különféle innovatív megoldásoknak a bevezetésével kapcsolatban foglalkozunk mindenféle digitalizációs kutatással. Van egy Corvinus Fintech Center nevű egységünk, amelyik pont ezeket a pénzügyi innovatív megoldásokat kutatja. Van egy SAP Next Gen Lab nevű egységünk, amelyik pedig mindenféle korszerű technológiának, ami az ipar 4.0-hoz kapcsolódik, ennek az alkalmazási lehetőségeit vizsgálja a gazdasági életben, és egyébként rengeteg olyan kutatást, felmérést végzünk részben nemzetközi együttműködéssel, amit túl sok másik helyen ma Magyarországon nem csinálnak, és igyekszünk ezt a fajta területet is fenntartani. Tehát valóban a legkorszerűbb ismeretekkel, legújabb kutatási irányokkal, és tényleg nagyon jó ipari partnereken keresztül a legjobb technológiákkal találkozhatnak, hogyha hozzánk jönnek. Ennyit gondoltam áttekintésként, nyilván rengeteg kérdés is lehet ezzel a szakterülettel kapcsolatban. Mielőtt ebbe belekezdünk, egy rövid áttekintésre én megkérem kollégámat, Varga Krisztiánt, aki már itt az emlegetett különféle esettanulmány versenyeknek egyébként az egyik oszlopos tagja és felkészítője, és szakunk népszerű oktatója, hogy egy kis áttekintést adja, hogy milyen izgalmas technológiákkal, milyen izgalmas problémákkal lehet találkozni, hogyha valaki gazdaságinformatikus lesz. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Nagyon örülök, hogy én is felkérést kaptam és szót kaptam itt szakfelelős úrtól. Úgyhogy gyorsan mutatnék itt néhány remélhetőleg érdekes gondolatot diaformájában nektek. Ami nagyon fontos, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy miről is beszéljek. És ugye azt mondta szakfelelős úr, hogy mindenféle digitális, modern és csodálatos dologról beszéljek. Ezen sokat gondolkodtam. Sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt néhány pillanatban ügyesen, okosan bemutatni, és rájöttem arra, hogy a legegyszerűbb és legjobb téma az az, hogyha magamról beszélek. Ez persze egy kicsit furcsán hangzik, de mindjárt megértitek, hogy mire gondolok. Én ugye Kacsirek tanár úr intróját látva kicsit elszégyeltem magamat, én csak plakátokkal készültem. Én 2001-ben érettségiztem, azért, hogy lássátok, hogy 2001-ben mi történt, ide raktam nektek három filmplakátot. Tehát akkor indult a Gyűrűk ura, azóta persze véget is ért, akkor indult a Shrek, akkor indult a Halálos iramban, na ez még azóta is kitart, vagy például akkor mutatták be az első Harry Pottert. Miért érdekes ez? Csak azért érdekes ez, hogy tényleg lássátok azt, hogy ilyen régóta már biztos van olyan ember, aki gazdasági informatikával foglalkozik, például én, meg hát persze az én kollégáim. Csak az a baj, hogy 2001-ben még nem létezett a gazdaságinformatikus szak, mert hogy ez 2002-ben jelent meg. Tehát én például még nem tudtam erre jönni, de nem baj, 2003-ban aztán megtaláltam ezt. 2005 óta van ugye a BSC szak. Ez pedig azért nagyon fontos és azért lényeges, mert én legalábbis 2003 óta látom, hogy merre halad a technológia. És a technológia nekünk itt nagyon fontos. A technológia és az, hogy a technológia hogy támogatja az üzletet. Úgyhogy én erről akartam nektek egy picit beszélni, de ez így önmagában azért eléggé száraz lenne, márpedig szerintem a gazdasági informatikának a legfontosabb része az az, hogy az informatika tényleg hatékonyan, használhatóan az üzlet szolgálatában álljon. Úgyhogy kísérjük el egymást egy úton. Ti már láthattátok azt, hogy én 2001-ben érettségiztem, én pedig azt gondolom, hogy aki pontosan a középiskola után jön most esetleg majd a Corvinusra, az valószínűleg 2003-ban született. Na most, aki 2003-ban született, az amikor még pici baba volt, valószínűleg egyáltalán nem látta azt, hogy ekkor PDA-k léteztek, megjelent végre az elektronikus aláírás, sőt, már gondolkodtunk azon, hogy az RFID, tehát a rádiófrekvenciás azonosító csipek, azok majd a logisztikát hogyan fogják forradalmasítani.
Márpedig ez történt akkor, amikor ti születtetek. Amikor elkezdtétek az óvodát, már akkor azon ment a gondolkodás, hogy majd a különböző mobil eszközök hogyan lesznek hanggal irányíthatóak, és ez esetleg biometrikus, tehát valamilyen testi jellemzőt használó azonosítóként, hogyan fogja forradalmasítani az üzleti életet. Amikor ti elkezdtétek az általános iskolát, már ekkor megjelent az NFC technológia, elkezdtek azzal kísérletezni, hogy hogyan lehetne ezt fizetésre használni, megjelent a 4G hálózat, és a 4G hálózaton már interneten lehetett televíziót nézni a mobiltelefonokon. Persze ezek nagyon sokszor még csak kutatási lehetőségek voltak, tehát nem ekkor terjedt ez el tömegesen, de fontos azt látnotok, hogy ilyen technológiákat ekkor már kutattak. És hol lehet nagyon jól kutatni ezeket a technológiákat? Például az egyetemen. Tehát nálunk a Corvinuson is, ha valaki hozzánk jön, akkor az garantált, hogy modern technológiákkal fog foglalkozni, azt fogja tudni látni, esetlegesen kutatni, tényleg napra készen, hogy hogyan határozzák meg ezek a technológiák az életünket és a jövőnket is. 2017-ben, amikor elkezdtétek a középiskolát, akkor már nyilvánvaló volt, hogy önvezető járművek vannak, hogy pontosan hogy fognak működni, azt még nem annyira tudtuk, de azt láttuk, hogy az Internet of Things, a Big Data, a mesterséges intelligencia az egyre fontosabb lesz, és ezeknek az önvezető járműveknek az élete és a mi életünk ezen technológiák nélkül elképzelhetetlen lesz. Na most ezek a technológiák még mind a mai napig elterjedtek, vagy elterjedőben vannak, és kutatjuk őket. És hát 2020-ban, ami ugye most van, amikor ti azon gondolkodtok, hogy szeretnétek-e gazdasági informatikusok lenni, vagy nem, akkor pedig azt látjuk, hogy teljes iparágakat alakít át a technológia, ugye ezt hívjuk digitális átalakulásnak, hogy megjelent az 5G, hogy a robotika, az adatalapúság és a fintech megoldások, azok ténylegesen átalakítják teljes iparágakat. És miért fontos ez? Azért fontos ez, mert 2021-ben remélhetőleg együtt fogjuk tudni tovább vizsgálni azt, hogy merre halad mind a technológia, mind pedig az üzleti élet, és a ti életetek is. Úgyhogy nagyon várunk benneteket a Corvinus Egyetem gazdasági informatikus szakán. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, és még azzal készültünk, hogy egy végzés közeli hallgatónkat is meghívtuk, hogy ő is beszámoljon a hallgatóságnak, leendő hallgatóknak, hogy milyen dolog is itt a Corvinuson gazdaságinformatikus hallgatónak lenni. Hogy Forgács Benyámin kollégánkat szeretném megkérni, hogy egy picit beszélgessen, vagy beszéljen a felvételizőknek arról, hogy miért is választotta ezt a szakot, hogy érzi itt magát, milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan, milyen érzései vannak itt a gazdaságinformatikával kapcsolatban. Köszöntök én is mindenkit. Forgács Benyámin vagyok, a Corvinus Egyetem harmadéves gazdaságinformatikus hallgatója, és röviden arra kértek, hogy így ismertessem meg, hogy miért is választottam a gazdaságinformatikát, mint képzést, mit is tanulok most, és mi is a jövőbeli céljaim. Engem a középiskola során nagyon érdekelt mind az üzleti oldal, mind a gazdasági oldal mellett az informatika oldal is. Ennek következménye az volt, hogy a különféle érdeklődési területeimre nem jutottam tisztába, nem tudtam eldönteni, hogy melyik irányba mozduljak el. Semmiképpen nem akartam azt hagyni, hogy csak az egyikbe. Sose voltam egy nagy programozó informatikus, sose érdekelt engem kifejezetten azt, hogy én most egész nap ott üljek a számítógép előtt, és kódcsorokat írjak. Viszont valamilyen szinten érdekelt az informatika, hogy ezt az üzlettel kiegészítve jobban megismerjem. Ezért is találtam erre a Corvinus Egyetemen a gazdasági informatikus képzésre, mely szerintem egy ideális képzés azok emberek számára, akik egyszer érdeklődnek az üzleti világ irányába és az informatika irányába is. Szóval emiatt választottam magát a képzést. Magára a képzésről annyit kell tudni szerintem, ami nagyon fontos hallgatóként, hogy a országban és a régióban a képzések közül a Corvinus gazdaságinformatikus képzése olyan szempontból egyedülálló, hogy itt kifejezetten
magas szempontot képvisel azt, hogy üzletileg értsük az informatikát, és ne kódolni tanuljuk meg. Természetesen megtanuljuk alapszinten a programozás alapjait, de mint korábban említették, hogy ez nem egy programozó képzés. A távolabbi kilátásokról röviden annyit, hogy elsősorban én projektmenedzsment, IT projektmenedzsment irányába szeretnék elmozdulni, de mindezek mellett érdekel a adatvezérelt gazdaság, és hogy hogyan lehet az adatokat felhasználni arra, hogy a jövőben valamilyen szinten üzleti modellt alkossunk erre. Röviden szerintem ennyit szerettem volna elmondani. És akkor most már hallottok is, hogy a mikrofonomat visszahoztam. Köszönjük szépen mindhármótoknak a beszámolót. Egyelőre nem érkezett hozzátok kérdés, úgyhogy arra gondoltam, nem tudom, Zoltán itt van-e velünk, vagy itt vagy-e velünk, majd mindenképpen örülnék, hogyha te is csatlakoznál, mert hogy arra gondoltam, hogy nekem van egy-két kérdésem, és hát, hogyha inspiráljuk a jövőbeni hallgatókat arra, hogy ők is kérdezzenek, mert hogy van még hátra 20 percünk, úgyhogy szerintem kezdjünk el egy picit még a szakról mélyebben beszélgetni. És rögtön az első kérdésem Zolihoz lenne, remélem visszatalál hozzánk, és érkezik, jaj, de jó, szuper. Ugye itt az előttetek lévő két szaknál, a gazdálkodás és menedzsmentnél, illetve a nemzetközi gazdálkodásnál elég sok szó esett arról, hogy ezek a szakok megújultak, és te is említetted, hogy ti is belekezdtek ebbe a folyamatba. Egy-két ilyen kulisszatitkot elmondasz, hogy várhatóan mikorra újul meg a szak, milyen irányt vennétek, mi a gondolkodás alapja? Igen, a szak ugye ebben a tanévben kerül megújításra, tehát alapvetően az újítások azok majd az új hallgatókat érintik, akik szeptembertől jönnek, úgyhogy azon dolgozunk, hogy egyrészt az ipari partnereknek a véleménye, kérései, igényei minél jobban beépüljenek a tanterbe. Megkérdeztük egyébként a korábbi végzetteinket is, hogy ők mit gondolnak, mi az, amit esetleg hiányoltak, mi az, amit szeretnének, hogyha tovább fejlesztenénk, illetve hát nyilván ők már több éve dolgoznak, tehát azt is látják, hogy most éppen a piac mit igényel, ezeket is igyekszünk beépíteni a képzésbe. Alapvetően azért az látszik, hogy a hallgatóink iránt a kereslet az tényleg töretlen, és várják a gazdaságinformatikusokat, és ennek megfelelően azok az erősségek, amik eddig megvoltak a Corvinus képzésében, azokat mindenképpen tartjuk. Tehát egy erős gazdálkodási szemlélet, egy erős gazdálkodási tudás mindenképpen meg kell, hogy maradjon, és ez teljes mértékben így fog továbbra is maradni. Amiben biztos, hogy erősítünk még a következő években, az egyrészt az oktatásmódszertan, hogy a hallgatók minél inkább élményszerűen tudjanak megismerkedni egy-egy területtel, és minél több olyan életszerű tapasztalatot szerezzenek, ami mutatja, hogy mondjuk a vállalati szférában mit fog jelenteni nekik a munka, ott milyen problémákkal kell találkozniuk, adott esetben ezeket hogyan lehet megoldani, tehát nagyon sok ilyen soft skill fejlesztést is a zászlóra tűzünk, ami segít abban, hogy teamben dolgozzanak, más emberekkel együtt alkotva egy jó csapatban hatékonyan tudjanak dolgozni, az ott fölmerülő konfliktusokat meg tudják oldani, megtanuljanak nagyon hatékonyan tanulni, mert hogy ez egy olyan szak, ahol azért nincs olyan, hogy most megtanultam mindent, és innentől kezdve csak használom a tudást, itt sajnos folyamatosan kell képezni magunkat, tehát ez alól nem lehet kibújni. Erre a fajta önképzésre is igyekszünk felkészíteni a kollégákat, és hát amire nagyon törekszünk most, hogy minél több vállalati partnert be tudjunk vonni a képzésbe, ez eddig is így volt, de most igyekszünk ezt úgy megoldani, hogy minél több a piacon értéket jelentő különféle bizonyítványt, minősítést is megszerezhessenek itt a képzés keretében, ami ugye már egész konkrét technológiákhoz való ismeretet, értést is jelent,
és hát igyekszünk minél jobban közelebb hozni a hallgatókhoz azt a fajta problémakört, hogy üzleti problémákat megtanuljanak értelmezni, és ezekből konkrét megoldásokat tudjanak csinálni. Tehát a gyakorlatias részét próbáljuk még erősíteni a képzésnek. Szuper, akkor elvileg 21 szeptemberétől, tehát akiknek most tartjuk a tájékoztatást, már ebben a megújított formában kezdhetik el a tanulmányaikat. Csak el kellett indítani a kérdést, mert hogy jött kérdés cunami, úgyhogy gyorsan elkezdem mondani őket, hogy mindent meg tudjuk válaszolni. Lendvai Fruzsina kérdezi, milyen munkakörökben lehet elhelyezkedni gazdasági informatikusként? Igyekeztem ezt a fóliában is, gondolom ez majd valamilyen formában látható lesz a későbbiekben is. Tehát tipikusan informatikai projektekben lehet találni munkát, informatikai projektmenedzser, különféle fejlesztési feladatok, ez lehet a követelmény specifikációtól, tehát a tényleges feladatoknak a előkészítésétől kezdve egészen a új alkalmazások teszteléséig nagyon sok minden. Ide tartozik az is, hogy valaki bizonyos területeken szakterületi specialista lesz, tehát kitanulja például a közismert és meglehetősen nagy piacvezető SAP nevű rendszernek a működését, használatát, és akkor ezzel a területen lesz egy szakterületi specialista, aki mondjuk egy logisztikai modult, vagy egy pénzügyi modult támogat egy nagyvállalatnál, és érti ennek a rendszernek a csinyát, binyát. Tipikus ilyen terület az üzleti intelligencia, tehát amikor a rengeteg adat, amit egy vállalat összegyűjt, ezt valamiképpen kezelni, értelmezni kell, használni kell, és hát ezek az üzleti intelligencia szakértők segítenek abban, hogy abból a sok adatból, ami összegyűlik, ebből riportok legyenek, ebből olyan információk, olyan elemzések legyenek, amit az üzlet majd használni tud a különféle döntések meghozatalában. Varga Levente kérdezi, ezen a szakon is van külföldi tanulási lehetőség? Igen, tehát Erasmus ösztöndíjjal ugyanúgy lehet menni külföldre. Ennek is megteremtjük egyébként az egyszerű feltételét, hogy legyen egy olyan mobilitási ablak, amikor könnyen tudnak majd menni a hallgatók. Mindenképpen javasoljuk, hogy menjenek külföldre, hiszen ez egy óriási tapasztalatszerzési lehetőség, és az egyetemnek a széleskörű partneri hálózatában nagyon sok helyen van hasonló gazdaságinformatika képzés. Ugyanakkor a mi hallgatóink persze mehetnek olyan helyre is, ahol csak gazdálkodási ismeretek vannak, hiszen ezek is elég nagy súlyt képviselnek a képzésben, tehát nagyon támogatjuk és bíztatjuk is a hallgatókat, hogy menjenek. Súlyok Kristóf kérdése, hányad évtől lehet szakosodni, illetve milyen irányokba lehet specializálódni? A mi gazdasági informatikánkban alapvetően nem tervezünk jelentősebb kimondott specializációkat, de hogyha ilyen fontosabb fejlesztési irányokat lehet mondani, ezek most is a különféle választható, kötelezően választható tárgyakban megvannak, tehát lehet specializálódni, ha úgy tetszik, de az üzleti intelligencia irányra, lehet egyfajta ilyen alkalmazás, specialista irányba menni, tehát integrált rendszerek, egy fontos másik irány, van egy ilyen digitalizáció, e-business jellegű irány most is, ezeket tovább erősítenénk, és mindenképpen erősítenénk a különféle fejlesztési jellegű feladatokat is. Villavári Bálint kérdése, mennyire igényel kreativitást a szak az innovatív irány miatt? Hát ez a kreativitás, ez azért egy elég szubjektív dolog, de ez egy kreatív terület, tényleg itt lehet innovációkon gondolkodni, és például a fintech iránya ennek a képzésnek, illetve a digitalizáció, az mindenképpen azt jelenti, hogy itt új megoldásokat kell találni, újfajta ötleteket kell közösen másokkal együtt kialakítani, kifejleszteni. Erre nagyszerű módszertanok vannak ebben, éppen Krisztián nagyon erős egyébként, tehát erre tudunk adni módszereket, eszközöket, hogy a hallgatók ezt a fajta képességüket is fejleszék, és gyakorlatilag egy jelentős része azért a képzésnek azzal kell, hogy foglalkozó, hogy hogyan lehet ezt a informatikával kapcsolatos kreativitást fejleszteni a hallgatókban.
Szabó Gergő kérdése, az emelt informatika érettségi mennyire könnyíti meg az embert ezen a szakon? Mindenképpen könnyebbé teszi az életet, hiszen azért az alapozásnál már gyakorlatilag nagyon stabil ismeretekre tud építeni, és könnyebben fogja venni az első akadályokat. Úgyhogy érdemes, akinek ez a lehetősége adott, ezt megtenni, hiszen akkor az első egy fél évben mindenképpen nagy előnnyel indul, de igyekszünk egyébként ettől függetlenül mindenkinek megadni a lehetőséget a képzés elején, hogy informatikából fejlessze magát arra a szintre, ami itt szükséges. Értes Anna kérdése, ez a képzés csak magyar nyelven indul? Ha igen, akkor van lehetőség felvenni például angol vagy akár szakmai angol tárgyat? A képzés maga csak magyar nyelven indul, ugyanakkor nyilván az egyetem képzési portfóliójából föl lehet venni angol nyelvű tárgyakat. Egyébként is, mivel vannak angol nyelvű szakok, nem alapszakon, mesterszakon, mindenképpen igyekszünk bővíteni az angol nyelvű tárgyportfóliót is. Tehát lesznek olyan tárgyak, amiket angol nyelven is adott esetben lehet majd tanulni, illetve mindazok a tárgyak, amik egyébként a gazdálkodási szakokon választhatóként például elérhetőek, azok önöknek is elérhetőek, és ugyanígy színesíthetik, gazdagíthatják a önök képzettségét, hogyha például egy-egy gazdálkodási tárgyat adott esetben angolul felvesznek. Vannak ugye olyan tárgyak, amiket különféle ilyen más egyetemekkel közös képzés miatt eleve tanítanak angolul is, vagy németül is. Ezeket is föl lehet venni, és ezek szintén segítenek abban, hogy a nyelvi képességeiket, készségeiket fejleszik. Nagy Dalma kérdezi, az idegen nyelv maga mennyire fontos ezen a szakon értelemszerűen az angol, igen, a programozás miatt, de mondjuk egy második idegen nyelv? Hát erre azt szoktam mondani, hogy ha valaki még németül is megtanul a gazdinfón, akkor az biztos, hogy Jolly Joker, mert nagyszerű állás lehetőségeket kap, akár itthoni környezetben is, ugye mindenféle szolgáltató központokban. Nem elvárás, hogy legyen második idegen nyelv, ugye itt egy nyelvvizsga is elegendő, mivel ez egy informatikai szak. Ugyanakkor szerintem nagy előny, tehát érdemes például a németet megtanulni, vagy bármelyik más világnyelvet, mert ez nagy mértékben megkönnyíti a életüket, hogyha nemzetközi piacon szeretnének mozogni. Ugyanakkor nyilván az angol tudás az nagyon-nagyon fontos, hiszen nem csak a programozás, hanem mindenféle informatikai és módszertani ismeret megértése szempontjából ez egy alap dolog lesz. Diósi Petra kérdezi, milyen fajta programozási nyelvekkel ismerkedhetünk meg? Na hát ez egy jó kérdés. Alapvetően minden olyan dolgot megtanulhatnak szerintem, amire szükségük lehet. Be fogunk vezetni olyan, illetve hát most is vannak olyan jellegű tárgyaink, amikkel például a Python nyelvvel megismerkedhetnek, de egyébként C-sharpra épülő dolgok is vannak, Jávát is tanulhatnak, és rengeteg más ismeretkör is van. Ezeknek egy része kötelező tárgyban, egy része választható tárgyban jelenik meg, de mindenképpen igyekszünk egy olyan palettát ígérni és kínálni, ami így folyamatosan a piac alakulásával együtt egy jó felkészítést ad a hallgatóknak, és ezt a szakmegújítással aztán még tovább is fogjuk bővíteni. Szelei Dániel kérdezi, ha még nincs informatikai hátterem, viszont szeretnék IT-s cégeknél például SAP elhelyezkedni, projekteket vezetni, akkor alkalmas ez a képzés erre a célra, illetve nem lesz nehézségem az informatikával, nem vagyok lemaradva? Nincs lemaradva, tehát ez azért úgy lett kialakítva a képzés maga, hogy nem azt várjuk, hogy itt technikai guruk jöjjenek. Alapvetően, aki érettségizett, jó képességei vannak, viszonylag matematikai dolgokhoz is van egy kis affinitása, és általában véve nem ijed meg a számítógéptől, az utána boldogulni fog, tehát meg tud tanulni mindent, ami ehhez szükséges. Nagyon sok hallgató egyébként szerintem alapvetően nem kimondottan erős technikai háttérrel csatlakozik és jön. Ettől az évtől, ha minden igaz, már működik az, hogy történelem érettségivel is fogadunk megint hallgatókat, úgyhogy valószínűleg bőven lesznek olyan hallgatók, akik
nem feltétlenül a számítógéppel feküdtek és keltek, ha még ebben a generációban esetleg előfordul egyébként ilyen, de nem kell nagyobb mély technikai ismeret ahhoz, hogy meg tudják ezt a szakot kezdeni. Az első egy-két fél évben kimondottan erre fogunk törekedni, hogy ezeket az ismereteket megtanulják, és hogyha ugye jó képességű hallgatók magas pontszámmal szoktak azért hozzánk is jönni, ha rendesen oda teszik magukat ezekben az első tárgyakban, akkor mindent meg fognak tanulni, ami szükséges. Egy apró kiegészítés, mert többször mondtam a mai délután során, hogy mindenképpen érdemes egyrészt a pontos felvételi követelmények kapcsán tájékozódni a felvi.hu-n, illetve a honlapunkon is. Most feltettünk minden szak részletes leírásához egy olyan dokumentumot, ami részletesen taglalja az érettségi követelményeket. Úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy nézzem meg, és lehet, hogy Zoli most egy kicsit korrigálnalak kell, remélem helyesen teszem, mert én azt látom itt a felvételi, vagy az érettségi követelményekben, gazdasági informatikus képzéshez, hogy matematika és fizika, vagy gazdasági ismeretek, vagy informatika, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy tájékozódjon a kb.hu-n, nézzék meg a honlapunkat, ott fönn van az a hivatalos dokumentum, ami felsorolja, hogy milyen tantárgyakból szükséges érettségit tenni. No, igen, nem talán Szábocki Petronál a kérdése, igen, közép vagy emelt szintű informatika érettségi kötelező-e? Nem tudom, Zoli, erre tudsz válaszolni, vagy... Nem kötelező. Hát kell ugye egy emelt szintű érettségi, de nem nincs előírva ez még, hogy ez miből legyen. Alapvetően ugye matematika és valamilyen kapcsolódó tárgy érettségie szükséges, de az emelt szintű érettségi, illetve az informatikai érettségi megléte ez nem elvárás. Súlyog Kristófi egyelőre az utolsó kérdés, amit látok, de van egyébként még hátra 5 percünk, úgyhogy ha valakinek még van kérdése, akkor biztatom, hogy tegye be a csetbe, mert még tudnak az urak válaszolni. Szóval Kristóf kérdezi, a szakon inkább a matematika vagy az informatika dominál, plusz a szak mennyire gyakorlatias, illetve ezen a szakon a gyakorlatot hogyan kell elképzelni? Alapvetően az informatika fog dominálni a szakban. Nyilván a matematika bizonyos területek megalapozásához kell. Tehát matematika szükséges sok területen, mondjuk különféle programozási kérdésekhez, illetve a matematika szükséges lesz ahhoz is, hogy például a statisztikát művelni tudják a statisztika, meg ahhoz, hogy üzleti intelligenciában labdába tudjanak rúgni, tehát ilyenek is előfordulnak. Ezeket olyan szinten tartjuk, ami mindenképpen szükséges. Alapvetően az informatika fog dominálni. Ugye itt azért egy egyensúlyt meg kell tartanunk abban, hogy informatikából is kapjanak eleget, a módszertani alapjaik azért stabilak legyenek, és közben gazdasági ismereteket is kapjanak. Úgyhogy ez egy kényes egyensúly, de hát alapvetően informatikai szakról van szó, tehát az informatika fog dominálni. A gyakorlatiasság pedig alapvetően azt jelenti, hogy ebben a megújított struktúrában már mindenképpen arra fogunk törekedni, hogy bizonyos tárgyakat, amik eddig még külön futottak és külön voltak bennük különféle gyakorlatok, meg kisebb projektek, ezeket most ilyen komplexebb nagy tárgyként nézzük meg, tehát azt, hogy mondjuk rendszerfejlesztés, ebben valóban a követelmény specifikáció elkészítésétől kisebb informatikai projekt lebonyolításáig legyen egy ilyen integrált egység, amiben tényleg a kezdetektől, mondjuk így az üzleti igények felmérésétől egészen valamiféle termék leszállításáig lássák, hogy milyen fázisok vannak, és ezeket csinálják is végig. Ugyanígy lesznek, most is van kisebb-nagyobb ilyen digitalizációs projektre épülő kurzusunk, ahol vállalatokat vonunk be, az ő általuk megfogalmazott problémákat csinálhatják meg a hallgatók. Nagyon sok olyan dolgot tervezünk, ahol vállalati partnerek által hozott technológiákat ismerhetnek meg és kísérletezhetnek a hallgatók. Úgyhogy alapvetően arra törekszünk, hogy ezt a fajta gyakorlatias megvalósítási készséget is minél inkább beépítsük a
képzésnek a kereteiben. Köszönjük szépen, itt az érettséginél több kérdés kinyílt. Én most megkértem a kollégonomat, ha technikailag megoldható, próbáljuk már kitenni a chat folyamba azt a linket, ami hivatalos dokumentuma annak, hogy miből kell érettségizni. Ez a dokumentum azt mondja, hogy matematikából és, tehát azt jelenti, hogy a matematika kötelező, és vagy fizika, vagy gazdasági ismeretek, vagy informatika, vagy egy ágazatai szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy szakmai előkészítő vizsgatár. Így van. Ezek azok, amivel felvételi követelménynek tekinthetőek, és Vértes Anna kérdezte, hogy angolból és informatikából tervez emelt érettségit tenni, ezek már pedig a kötelező tárgyakból közepet, akkor jelentkezhetik a kérdésre, ha jól értelmezem. Igen, Anna, jól értelmezed. A lényeg, hogy legyen egy matek érettségit, meg vagy fizika, vagy informatika, vagy stb. Stb. Amit előbb felsoroltam, és kolléganőm be is tette a chatbe azt a linket, amire ha rámentek, megnyitjátok azt a PDF dokumentumot, ez egy hivatalos dokumentum, ezekkel az információkkal találkozhatok majd a felvén is, és ott pontosan benne van, hogy melyik tárgyból milyen érettségit kell tenni, illetve hogyha van költségtérítés és finanszírozási formája is, akkor az mennyi. És a költségtérítéshez remélek egy válasz. Bogdányi Gábor kérdezi, hogy fizetőse a képzés. Zoli? A képzés ugye Corvinus ösztöndíjjal elérhető, tehát várjuk a hallgatókat, lényegében ugyanolyan feltételekkel jöhetnek, mint hogyha állami ösztöndíjra jelentkeztek volna korábban. Úgyhogy a hallgatóinknak, a nappali tagozatos hallgatóinknak azt gondolom az egészen döntő többsége az Corvinus ösztöndíjjal tanul jelenleg. Van egyébként ebből levelező forma is, hogyha valaki munka mellett szeretné tanulni, de ugye alapvetően a nappali képzés az a Corvinus ösztöndíjasok számára szokott a fő célpont lenni. Igen, és itt a Corvinus ösztöndíjhoz még egy gondolatot, amikor a felvi.hu-n erre a szakra jelentkeztek, és szeretnétek térítésmentes képzési formában, tehát Corvinus ösztöndíjjal tanulni, akkor ugyanúgy, mint a többi egyetemnél, az a finanszírozási formát jelöljétek meg. Tehát a felvi.hu felületen, ha térítésmentes képzést szeretnétek, akkor a finanszírozási formát szükséges megjelölni. A Corvinus ösztöndíjat egy évre lehet elnyerni, utána pedig tanulmányi eredmény alapján lehet megtartani. A most szeptemberben indult alapszakjainknál az alapszakos hallgatóink 85%-a a Corvinus ösztöndíjat támogatott képzési formában tanul, a mestereseknél ugyanaz az arány, nappali képzésen 95%, tehát ugyanannyian, vagy talán egy picikét többen is tanulnak térítésmentes formában, mint az állami finanszírozási formában, úgyhogy mindenkit ösztönözünk, és az a tanulmányi követelmény, amit elvárunk a megtartásához, az pedig egyáltalán nem teljesíthetetlen, hiszen legalább 3,8-es átlagot várunk el, és 46 éves teljesített kreditet. A 3,8 azért nem fix, mert ha nagyon-nagyon sokan éritek el, akkor lehet, hogy ez 3,9 vagy 4 egész lesz, de 4-es átlagkal már nagyon-nagyon jó eséllyel tartjátok meg a Corvinus ösztöndíjat. Na és egy utolsó kérdés, mert lejárt az időnk, Krizsán Viktor kérdezi, lesznek-e specializációk a megújult gazdinfoszakon? Ez még nem teljesen eldöntött, de ahogy emlegettem, ez az üzleti intelligencia, egyfajta rendszerelemző, business analyst jellegű irány, egy integrált vállalat irányítási rendszer irány, illetve egy ilyen digitalizációs irány nagy valószínűséggel meg fog jelenni. Azon még gondolkodunk, hogy ezt kimondott specializációként nevezzük-e, de gyakorlatilag ezekben az irányokban biztosan lehet majd mélyebben tanulmányokat folytatni, és lényegében speciális ismereteket szerezni. Nagyon szépen köszönjük mindannyiótoknak, hogy itt voltatok.